Évtizedek óta nem volt ilyen jó költségvetési helyzetben Sárospatakváros önkormányzata. Schumann Sztab, pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az önkormányzat elmúlt évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést. Hajdú Imre szerint az adósság átvállalás és a városnak nyújtott állami támogatások kapcsán Sárospatak végre a fejlesztésekre koncentrálhat. A jelentős kormányzati segítségnek a 250 millió forintot utalt át tavaly évvégén Magyarország kormánya Sárospatak önkormányzatának, és így a tavalyi évet adósság nélkül már a fejlesztésekre fókuszálva tudtuk befejezni. Többek között ez az állami támogatás, ami lehetővé teszi, hogy már az idén több belvárosi területen is új járdákat alakítsanak ki, játszótereket újítsanak fel, vagy éppen fejleszték végardófürdőt. A bizottsági ülésen a strandot üzemeltető önkormányzati társaság vezetője is beszámolta a tavalyi évükről, ami ismételten Észak-Magyarországon egyedüliként a fürdő pozitív eredményt hozott. Az, hogy évi 70 millió, akár esetben 70 millió forint plusz termel úgy, hogy még fejlesztésekre is futja a bevételből, ez nagy valószínűséggel észak-magyarországi kuriózum. Természetesen nem hallgathatjuk el azt, hogy mondjuk a szlovákiai vagy a lengyelországi vendégeknek köszönhető. A Patakő Kft., az Innovó Patak Kft. És a Sárospataki Nonprofit Közszolgáltatási Kft. Mérlegével is foglalkoztak a bizottsági tagok, és elégedettek voltak. Különösen a Patakő Kft., illetve a közszolgáltatási Kft. Esetében az átmenet, ugye emlékszünk a tavaly előtti tulajdonos váltásokra, jót tett a cégnek, gazdálkodása stabil, kiszámítható, kintlévőségek csökkennek, illetve a közszolgáltatási Kft.-nél pedig a közétkeztetésbe egyre nagyobb számban kapcsolódnak a sárospataki polgárok. A pénzügyi és gazdasági bizottság valamennyi önkormányzati gazdasági társaság beszámolóját és idei terveit jóváhagyásra javasolja a pénteki képviselőtestületi ülésre.